Sziasztok srácok, én Bálna vagyok és jelentkezem nektek egy vidám Pokémon Stadium videóval. Igen, jó hallottátok, ez a Nintendo 64-es játéknak a emulátoron futtatott változata, ami ugye egy ilyen minigémes, hát csatázós játék, a Pokémonok első generációjával lehet itt nyomulni, és ezt nem egyedül fogom nektek bemutatni, illetve megkísérelni benne a küzdelmeket, hanem itt van velem Szenti cimborám, aki anno, amikor kicsi voltam, gyakorlatilag bevezetett a Pokémon világába, úgyhogy üdvözöllek, Szenti! Ciao. Szevasztok, hello, mi a helyzet? Jó lesz. Pár ezer éve nem játszottunk ilyen. Na, igen, jó lesz. Itt az ideje, nem játszottunk ezzel a játékkal. De az a durva, hogy ezt akkor játszottuk legutoljára közösen, amikor egy szobában ültünk, nem? Tehát még ilyen kis pöcsösként, ilyen 12-13 éves. Igen, és... Igen, és anyu hozta rakomány számra a meleg szendvicset. Ilyen... Új, gyerekek, azok voltak ám a szép idők. Targoncával. Na, szóval aki kíváncsi, hogy ezt a játékot hogyan játsszuk, mivel ugye nem itt ül mellettem Szenti, ezért nyilván értelemszerűen ezt interneten keresztül tudjuk megoldani, gyakorlatilag a gépemet osztottam meg TeamViewer segítségével, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy mi ez a szoftver, annak a linkjét belerakom a leírásba, szóval meg fogjátok tudni találni. No, akkor menjünk itt a Battle Now-ra, vagy... Ez az? És bocs, és esetleg nem az. Azt szerintem menjél vissza, és a Pokémon Stadium kattintsál, és utána a harcos kengeskenekre ott a jobb oldalt le. Úgy ott a harc, ott leszünk mi is. Ja igen, hogyha valaki esetleg tud valami jobb verziót kitalálni arra, hogy a TeamViewer-t hogy tudnánk mellőzni, mert kicsit szaggatva látlak, meg így. Hát ugye, neked muszáj, neked kell a handicap, hát izé. Hát igen, jó, mindegy, nem, de én nekem így is tök jó, és így is élvezem, szinte bizsergek az élménytől, úgyhogy csináljuk. Rá vagyok tüzelve maximálisan, rakétákat begyújtottuk. Na melyik cup legyen? Legyen a... Tök mindegy melyik, nem? Mert Anything Goes is úgyis csak izé Pokémonok vannak, a gép Pokémonok. Igen, a stock Pokémon közül, ha úgy emlékszem, csak 50-esek vannak, ja. És tiába akármilyen verziót választasz, és aztán más szabályok vannak, hiszen ne legyen semmi szabály. Jó, gyilkoljunk, akkor csak gyilkolunk. Szóval azt fogjátok látni, srácok, hogy két ütközetet fogunk... Ott a rohadt dittó. Ja, itt a rohadt dittó, hogy ez egy csüng, kocsonya, rezeg, mint a nyárfa levél. Szóval két meccset fogtok látni, az elsőben mindenki... Nézek. Ja igen, most te nem nézhetsz ide, én választok. Ilyenkor, amikor gyerekek voltunk, akkor is félre kellett néznünk, hogy ne lássuk, hogy mit választ az egyik és a másik. Szóval... első csatában azt választunk, amit akarunk, tehát legerősebb Pokémonokat, vagy amiket gondolunk, megpróbáljuk legyőzni a másikat. A második csatában pedig lesz majd egy ilyen viccesebb szabály, de ezt előre nem lövöm le a point, most pedig választok. Megnézem, milyen támadásokat... Várj, én tudok erről a szabályról? Még nem tudsz, de nem is kell, hogy tudj. Na figyelj, most választottam ki az elsőt. Nem tudom, mire vállalkoztam. Na, azt még tudnátok, hogy Szenti nem hall, tehát nem hallja a játékot, úgyhogy ő nem tudja, hogy mikor éppen. Ó, ez milyen rossz dolgokat tud? Valami jó. Talán te? És igen, ez jobb. Szóval ő nem tudja, hogy éppen igen. Mire kikkelek. Igen? Akarsz talán valamit mondani? Fogalmam sincs. Igen, igen. Nem csak az annyi, hogy érdekes, hogy ebben a verzióban, ugyebár vannak olyan Pokémonok, amik nincsenek átalakulva, és valami sokkal jobb támadásokat kaptak, hogy kicsit balanszosabb legyen a játék, úgyhogy igazából szinte akármit választasz, fog tudni valamilyen meglepő támadást, és ez így szerintem tök poén, amit én szerettem így játszani. Hát én nagyon nézem, hogy miket tudnak. Ja. Na szóval azt akartam mondani, hogy az Elite Four-ban, miután legyőz az Elite Four-t, akkor utána meg lehet küzdeni a Mewtwo-val, és pont ezt magyaráztam Bálnának, hogy valami iszonyatosan durva, tehát hogy 6 Pokémonnal nem tudod legyűrni, és mindenféle tuningot megkapod, HP tuningtól kezdve, Ability tuningig minden van neki, és így kifogyhatatlan movie-jai vannak, tehát így hát nem tudom, hogy ki az, aki ezt kitalálta, de én éveket szenvedtem vele, és még megvolt a Yellow verzió, és ezt így rá lehetett kötni a stadiumra, és a saját tuningolt Pokémon-jaimmal mentem ellen, és úgy nagy nehezen sikerült legyőznem annó. Hát igen, én nekem ebben nem volt részem, mert nekem úgy, nem volt... ezért. Ja, nekem nem volt N64-em, szóval én neket nem tudtam csinálni. Basszeg, nagyon durva dolgok vannak itt. Bocsi, de egy kicsit meg kellett variálnom. Megvan az utolsó Pokémon? Nem, még nincs, mert most egy picit be kellett variálnom. De mindjárt kész vagyok. Semmi para. Egy pörcöt kérek, egy pörcenést. Na, azt mondja, hogy kettőt kell még választanom. Tudom, hogy már mondtam, hogy kettőt választok, de... Továbbra is itt tartok. Múlt. Ja, na már csak egy van.
Két törpét. Jó, oké, meg vagyok. Ok. Oké, nézhetek? Te vagy. Nézhetsz, igen. Nos! Akkor én most letakarom a szemem. Nem nézek oda. Megpróbálok gyors lenni. Nem tudsz úgyse gyors lenni, mert nézelődnöd kell. Szóval... Hát vagy... Szó-szó. Vagy ezt a részt kivárjuk, de az a lényeg, srácok, hogy tudnotok ki, hogy nekem most nem szabad lenézni, mert meg kell lepődni, nem fel az... Igazából én már nézhetem basszus, mert igazából nekem tök mindegy, nem? Hát tulajdonképpen igen, csak nem nagyon kommentáltam. Nem kommentálhatom, jó. Hát max azt tudom mondani, hogy bazznek beszívtam, vagy azt tudom mondani, hogy a franc essen beléd, le foglak győzni. Igen. Meglássuk. Mondj ilyen gyenge káromkodásokat, az jót tesz. A macska rúgja meg, a fűztán fütyülő rézangya lehet neki. A kacsamáját? Olyan nincs. Olyan nincs. Kacsamáját? A brummogóját, hát a gulymacikba szokták nyomni. A brummogóját. Na. Paraszt választhatod, az szerintem nagyon derék Pokémon. Jó, annyit még tudni kell, hogy azért vagyok ilyen balfék, meg azért ilyen, azért megy ilyen lassan ez a lépés, mert igen, mert nincsenek karjaim, tudod. De igen, órán nyomod te is. Igen, igen, meg nincs monitorom. Nem, csak azért, mert ugye bálna a világ másik végén van, és hát kicsit lassú az internet. Igen. De Polyverettet meg se nézted, vagy parancsom. De Wörla Simpib? Nem, tudom, hogy hogy ő mit tud. Ja, jó, nem figyeltem, megnéztem. Felkészültem, tudod, mert összeállítottam itt a listát magamnak, hogy mi fog történni, hogy fog történni, stb. Egész héten erre készültem. Ja, tudom, Szenti egész héten edzett, hogy szembe tudjon velem szállni, legyen valami esélye, úgyhogy mondtam neki, hogy Farfetch-et az bevehetett például a csapatodba, és egy remek Pokémon, nagyon ajánlom. Basszus, hogy tudok visszamenni egyet? B-t nyomsz. Szeizmikus tapás. Azt mutat, hogy nem kell. Dehogyis, ne választ, nem jó. De. Mit? De, be fog jönni. Az összes nyakasodat levágom. Ha bejön ez a guillotine, eldobom a kontrollert. Szóba másik végén. Adtál egy nagyon jó ötletet, most akkor ilyen kivégző osztagot fogunk csinálni, akkor van itt egy idókinget beválasztunk. Igen. Ja, van meg ahol. De ki tudja még egyébként a... Ja, azt hiszem, a Szíl is tudja. Mibe? Tudja ezért a Megahorn, szerintem. Hát, úgy emlékszem. Andrill tudja, wow. Azt tudja. Nem kell. Dehogyis. Azért annyira neved izére. One hit KO team, nem biztos, hogy összejön. Jugong. Dehogy nem. Nos, srácok, azt mondja, hogy kezdődik a meccs küzdelem. Wow, mik vannak itt? És neked is van Nicki Minajod, meg nekem is. Te jössz? Hát, szeretnék, de hát tudod, hogy ja, igen. Jössz. Wow, az igen. Hát, ting. De csak így végignyomtál, mint a zongoráztam. Is this okay? Hát igen. A gyerekek, hát kezdődik jó. A meccs. Figyeljétek, micsoda 96-os grafika, vagy nem tudom mikor jelent. 98? Pincir! Valami olyasmi. Pincíron első. Hát ez egy nagyon ócska választás volt részlemről, de hát... Jó, a fél nem nézek oda, te kezdjed a választást. Oké, akkor én leszek az első, aki beméri az első támadást. Beméri. Alright, meg vagyok. Hát amikor ez a játék kijött, 3D-ben látni a Pokémonokat, most egy kicsit jobb ez a grafika, mert gondolom itt a shaderek meg minden, nem tudom, az élsimítás jobban néz ki. Bizonyos dolgok, mondjuk a UI-ja, a kezelő felület, az nem néz ki olyan jól, az elég csúnya. De gyerekek, meg voltunk hűlve, hát akkoriban tudjátok a Pokémon mi volt. Volt Color, meg a sima Game Boy-on a játék, és hát nem nézett ki szépen. Szóval hát ott tényleg csak pixel grafikát láttál, és amikor itt 3D-ben konkrétan, ez már itt tényleg egy más világ volt. Na mi van, közben itt lefagytál? Hát nem igazán működik az a gomb, amit nyomok, nem tudom, hogy miért. Egy pillanat és kiderítem. Nézd meg a kis puskapapírodon. Nézem a puskapapírt, onnan trainer? Próbálok mindent. Hát ezt mondogatja? Uh-huh. Basszus. Lámpalázas kezdek lenni. Pincér bekakál. Mert nem érzékelsz, hogy folyamatosan nyomnám le a billentyűt. Uh-huh. Tudnád tartani az E gombot nekem egy pillanatig? Köszönöm. Lehet, hogy ezt túl így fogjuk csinálni. Oké. Na milyen támadást kérsz? Már nem tudom, hogyan kell. Ha mondod a gombot, enged, akkor is működik. Hát ez jó lesz megmagyarázni majd. Igazából a kettős pont
pontos veszőgomb az, ami kéne nekem. Most nem tudom mi. Ja, 2-es pont pontos veszőgomb. Oké. Okay. Nézzük, mi fog történni, gyerekek! Guillotine! Ó, oh, pincér, most hagyj békén! Hú, misszelt, misszelt. Olyan van-e esélye túlélni? They are both being okay, cautious. Licsős, nyomj egy Z gombot. És akkor így fogom lenavigálni. Hoppá, hoppá, hoppá. Nem tudom, mit csináltam. Kösz, hogy leváltottad vele. Hát remélem, hogy arra váltad le, akire én akartam. Randomra. Igen. Oké, okay, ez jó neked. Grámad. Nem erre gondoltam, de nem baj. Hát... nem kívánság. Jól fog esni. Wow. A kritikál wow. Hit szuper effektív. Oh my god, azért, mert a poison az izére a groundra. Igen, kösz. Ez katasztrófa így. Epic fail, igen. Na jó, hát jó, ettől eltekintve mehet. Elnézést. Nem volt fair. Oké, okay, ez én hibám. Megnyomnád, légy szíves. Mit? A pontos vesző 2-es pont gombot. Kösz. Ennyi volt így? Oké. Okay. Jövőt akartam? Igen. Mi van? Nem őt akartam, rossz gombot mondtam. Zsír. Nem baj. Oké, okay, értelek. Válasz valamit. Aztán utána én jövök. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Te is tudod meg a hornt egyébként? Nem. Nem. Te gyűsz. Vagy igen? Ja, jó, oké, okay, akkor nézem. Jó, én tartom a frontot, mert a battle, akkor mindjárt meg is a... Ugyanekek, micsoda izgalmak. Jaja, légy szíves, nyomj egy vesszőt. Vesszőt. Vagy nem vesszőt, bocsánat, van ez a felső idézetjel. Oké, okay, megnyomtam. Nézzük, nézzük, mi fog történni. Ez tök... Fire spin. Azt hiszem ez az, amiről nem tudsz menekülni. Rosszat! Te jó, hogy nyelj ment. Egy mixelt. Figyeld a szörföt, öregem. Jól jártam már megint. Kritikál. Milyen buta fél van itt Charizardnak? Nagyon vicci. Nem túl értelmes. Nem járta ki az általános iskolát, de mégis átalakult. Abszolút így van. Na nézzük, mi lesz neked itt a gombok, nyomom. Nyomd a hullámos cuccot, léci. Hullám cucc, igen. Köszi, és utána mik vannak? Oké. Hát akkor egy ilyen hullámos bezáró, vagy mi ez? Na? Francba, ez ilyen záró, hullámos záró élet, léci, amikor hullámos záró élet nyitsz. Arra nyomja, léci. Nyit. Okay. Vagy szögletes záró élet, az. Tök jó, hogy ez így van beállítva. Sokkal egyszerűbb. Fú, up high! 2 centivel feljebb repült, és így már nem találja el. Pedig a villám fentről jön, de nem baj. Igen, teljesen mindez Pokémon fizika, meg ilyenek, hagyjuk meg, kérem. Nem szükséges. A jó oldala ennek a move-nak, hogy most nem kell nyomkodnod a gombokat nekem. Így van. Tökéletesen működik minden anélkül. És ráadásul semmennyit nem vesz le. De kritikál de, volt, úgyhogy. Ja. Hogy leszik ez a játék, csak kritikál hitbe gondolkodik. Hát én ezt szoktam megírni. Az egy kis túlélte. Barely made it, öregem. Oké. Okay. Hát akkor hozzon nekem létsz egy izért, hogy... Nem tudom, mi van beállítva. Hát a Jinx. De nem tudom, az Jinx mi. Jinx az jó. Ja, oké. Okay. Akkor jó, hogy elmondtam. ez egy katasztrófa. Akkor nagyon vicces. Megint egy ilyen idézőjelet, léci. Kettős idézőjelet. Macska karom, nem tudom. Akárminek lehet hívni. Az idézőjel, az jó van. Na és vajon melyik Pokémon-t hozza be? Hú, most nem lerágom a kérdőt. Ó, cup. Újabb fura hangja volt. Igen, csábító Pokémon, nem? Abszolút. Főleg, hogy ilyen gumi Nicki Minaj kinézete van. Jézusom, de örül. A legijesztőbb Pokémonok egyike ez a fekete arcú Jinx, amit később megváltoztattak, mert rasszista volt. Legalábbis azt mondták róla a készítők, hogy ez bizony rasszista. Ne, ezt most komolyan mondod? Halál komolyan mondom. Úristen, látni, hogy nem követem, hogy mi történik a Pokémonnal, de hát azért ez kemény. Minden nap tanul valamit az ember. Köszönöm, már előre tudod a kombóimat. Már megjegyeztem a kombókat. Létszél egy Ice Punch-ot. De nem tudom az mi neked. Ja, tényleg. mit akartam? Az a... Zárójel lesz? Ja, ez a...
szögletes zárójel kinyitás cucc lesz az. Oké. Okay. Kösz. Cuppogós ice punci. Piff! Ó. Ó, ez volt a weak spotom. Jaja. Milyen durva ez a one hit KO. Az, az, az. De mondom, hogy ez az egyik legdurvább az egész játékban. Hmm. Hát ez abszolút. Dragonite-ot. Dragonite-ot, Lindsay. Persze. De azt hiszem, az egy kb. Majdnem mindenki rossz ellene. Konkrétan. Hát igen. A gyorsaságra számíthatok. Mindjárt meglátjuk. Az egyik kedvenc Pokémonom. Gengar megőrült, annyira nyújtogassa. Vannak itt jó dolgok. Játékban maradok. Oké. Okay. Köszi. Hát akkor legyen egy... hát természetesen Psychic, ami az idézőjel ebben az esetben. Oké. Okay. Megidézőjel. Nézzük ki a gyorsabb. Ebbe na, csak, nem tudsz belepusztulni szerintem. Hogy rázza magát Gengar egyébként. De ez fáj. Keveset vett le. Psychic, ez viszont nagyon sokat fog. Lehet megöl. Az egész parókán belemegy. Ó. Nem haltál meg, mert special attack-ed az lejjebb ment. Jaja. Az nem jó. Én szeretnék még egy ilyet kérni. Jó, most nem jegyeztem meg így hirtelen. Oké, okay, hát ez idézőjel lesz majd. Jó battle, utána... majd direkt rosszat javasl neked. Nézzük a Confuse Riot. Az utolsó esély. Vágd pofán magad, működött. Jinx. Ezt nem értem, ezt a lámpás animációt, de hát jó az. Ó, a francba. Én se értem. Hát a reflektor fénytől megőrül. Megzavarodik. Jaja. De várj, hát tudom, mit kellett volna nekem behozni, hát de hülye volt, ha neki is van egy Jinx-em. Mi már győzhetsz? A ripacskodás, ilyen a ripacskodás a legmegfelelőbb fegyver. Hú, mekkorát cuppogott. És a mellé is külön életet él, vágod? Na jó, ez ijesztő, egyre ijesztőbb. Nem tudom, kipróbáljuk. Oké, okay, mit nyomhatok? Én váltanék egy Z-t, légy szíves. Jó, egy Z-t. Hogy megyek vissza? Cancel el. Hú, az egy jó... Ez jó kérdés, Q-val mész vissza. Z. Oké. Okay. És mit nyomhatok? És nézzük... Itt egy E-t kéne, jajaja. Hát tudod te. Nézzük csak. What's the matter, trainer? Elég. Hát ezt szeretném én is tudni, elég ramatyul állok, az az igazság. Ó, hát nekem már kettő meghalt, neked még csak egy. Mit szersz? Bolondozol? Akkor egy ilyen... hogy mondjam? hogy mondjam? Nem tudom elmagyarázni ezt a karaktert, basszus, miért állítottam be ezeket? ez egy ilyen izé, egy ilyen... hát olyan, mint hogy a nagy I betűt írnál, de az a karakter, tudod? Ez mi nem nagy I betű, de ilyen... igen. Mindenki felismeri, nagyon jól leírta. Köszi. I'm back. Mi lesz az? Electum. Hogy remeg? Az biztos. Az fél tőled. Puff. Misszelek, te jó ég. Oh yeah. Oh yeah. Hát ez mekkora waste volt. Nagy waste. Gyerekek, az. Minden van itt. Pazar támadás. Nekem még van egy 15 HP-s Charizardom, el ne feledjed. Nem felejtem. Te jössz, mit csinálsz? Battle? Hát támadnék. Battle, 1000-rel. És mit tudok? Mindérpontjot. Én a Thunder Wave-et tolnék azért, ami a kettős pont pontos vesző. Nézzük, mindenki ledermed. Legközelebb kicsit... Azaz. Return. Na már. Na már. Na ezért betéped Venusaur. El fogja találni, hát nem szebb semmi. Na, mindig talál ez a cúrszta, most ugyanis kérdik. Standing paralizírt. Ó, emlékszel az igazi német szövegre? Ha, hogyne. Hát én semmi jót nem tudok. Az okoskodás németül. Hát de. Szerintem de. Jó, mindegy, meglátjuk. Oké, okay, te? Én természetesen harcban maradok. Egy psychic. Nyilván. Of course, ami a, az idézőjel lesz. Jó, nem tudom, remélem. Psychic-kal kinyílsz. Az volt a durva, hogy igen, szerintem is. Legalábbis, hogyha nem, akkor legalább a fél életedet leveszem, mert jó a special defense-ed. Az, bizony.
Te mit akartam mondani? Te mit fogsz csinálni? Ne! Mami, ez nem lesz jó. Hát, ha túléljük. Vagy ha eltalál, vagy ha nem, vagy paralyzed. Így van, szóval ennek abszolút nincs sok esélye. Adagoljad magadnak a szelkiket, légy szíves. Nézzük. Köszi. Vagy ha kritikált ütsz, akkor semmi esélye. Az a baj, meghalt Raidonom, nem kellett volna benn hagynom. Kings ellen. Ja, lehet. Hát ja, valószínű. Tehát ki tudta? Jaj. Ne! Ó, ez szomorú volt. Na ne! Kritikáit volt, vigyázz! Ha vigyázz rá! De ez hanyadik? Nem tudom. Na mit kérsz? Hát nem tudom, mi maradt. Hát a Charizard természetesen, ami egy... Nem, egy Charizard teljes mértékben. Kettős pont pontos vesző. Oké. Okay. Köszi. Milyen flottul megy el, srácok, felvettük a ritmusát a játéknak, most már így tényleg így egyik kezemben a kontroller, másik a billentyűzet, egyedül nyomjuk, vagy egyedül nyomom, de ketten játszunk, teljesen okés. Én karba tett kézzel hátradőlöm, és csak navigálok. Igen, de csak szürcsöges. Ilyen egyszerű. Tök jó. Így van. Na mit nyomolsz? Hová? Ja, na basszus, nem néz, oda néztem. Hát, mindegy. Akkor támadok, mert amúgy is támadni akartam. Hát természetesen nyomjunk egy izért, egy... Flight. Ez mi is? Ami egy, az a zárójel kinyit. Azért, hogy mondjam, szögletes zárójel, vagy kukori zárójel. Köszi. Hát ez a Minozorra nem biztos, hogy sokat fog tudni csinálni. Ennyi élettel plusz paralyzer, olyan lassan nem fog tudni támadni. Kapott. Teljesen megcsonkítottuk. Itt van Vreci, Poli Vreci. Ne nézz a hasára, és akkor jó lesz. Igen, akkor nem kattansz el. De ez most fájni fog nekem, azt vágod, mert pont rosszat hoztam be ellened. Miért? Nem vagy Ice? Vagy igen? De én fighting vagyok félig. De nem, várjál, lehet, hogy az első gemben még nem? Na ezt nem tudom, dual typing-e van Polybreath-nek? Rácok, nem tudom. Ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincsen, mindjárt kiderül. Abszolút. De addig nyomd a hidropumpálást. Ja, annak a 15 HP-nak rohadtul indokol. Na nézzük! Ó, szuper effektív és kritikál hit. Azt, 4 HP. Micsoda? Ne. Basszus, visszaálltam. Ne, ezt a gyíkságot. Úristen. Régen ilyenkor már repültek a meleg szendvicsek két irányba. Abszolút, igen. De jó, hogy mi történik itt? Nem, én sem tudok mire választani. Hát van még egy izém. Most válasz? Basszus, pedig most direkt nem néztem oda. Mindegy. Jó, hát... Én csatában maradok, 15 HP-s Charizard, a hősünk, kibír mindent. Nyomjunk egy Swords Dance-et, én azt mondom. Ez melyik? Az i betűnek álcázott valami. Nem érem el, meg kell lépni, megvan. Elnézést, még mekkora billentyűd van? Nem, csak hát egy kézzel használom. Érted, a másik a kontroller van. Azt hittem, hogy ilyen Star Trek vezérlőpult van otthon. Jó, persze. Dragonite-nek milyen jó karaktermodellje az képest? Hát az én Gömbi. Okay, lenyakaszta magát. Gondolom nem fogsz váltani. Nem váltottam. Te? Jó, én csatában maradok, hát feláldozzuk, amit fel kell áldozni. Menjen a Firespin, ami az idézőjel. Right. Nem is emlékszem, hogy a Dragonite ez gyors Pokémon egyébként? Nem. Puti nem. Minden a defense-en meg attack special attack-en van. Akkor jól jártam. Arkany, a reziszteli. A sarkany. Egy jó 4 HP. Annyira utáltam ezt. Ez volt a legrosszabb időszak a Pokémonban, amikor ez a hülye... mi volt a másik? Bind, meg a Constrict. Amit hogy nem tudtál mozdulni. Az! Igen. Ebben hát tudod, mit kell nyomni. Mit? Idiók is idézőjel. Nem tudom, az mi. Jaj, az a Fly, ugye? Nem. Az ugyanaz. Ja? Amúgy is folytatódik alapvetően, úgyhogy... És akkor várj, én nem is fogok tudni sosem mozdulni, vagy néha így kisikerül belejönnöm? Nagyon jó kérdés, nem tudom hány körön keresztül tart. Mindig random, ha jól emlékszem. Hát, ez nem túl biztató. Na nézzük, ugyanaz? Igen. Idézőjel? Azért kérdeztem egyébként, hogy igen, idézőjel, köszi.
Azért kérdeztem, mert ez így, hát ez eléggé gonosz dolog, hogy ezt csinálom, de ezzel így ki tudlak nyírni igazából. Mindjárt látjuk. Na gyorsabb most vagyok. Most visszaeltél már. Ne! Ne! Ohohohohoho. Figyelj, ne. Jön a kék Buffy. Ó, nem állt. Hát azért az mesés lett volna ezt így végignyomod. Arra azt mondtam volna, hogy izé. Rigged a system. De azért mondtad direkt a Sword Dance-et, hogy majd tök jó lesz, de hát akkor nem. jó, tűzsek ő. Ja, értem. Sword Dance szerintem az csak fizikáleteket növel, én szerintem. Úgy emlékszem. Igen? Én úgy emlékszem, de aztán ne vegyed mérgetre, lehet, hogy nem jó. Oké. Okay. Jöhet a Jinx, Léci, az pedig egy idézője. Oké. Okay. Fájni fog, hogyha nem leszek gyors. Rohadtul fájni fog, ha nem leszek gyors. Nekem kapsz egy pacsit az arcodra. Ez igen, ez valószínű, de megnézem még van-e valamiből. Van egy Jinx-em, igen, őt még választhatom. És természetesen már viszélt az Ice Punch-ot, ami a zárójel kinyit cucc. What's the matter, igen. Az, what's the matter? Hát alapvetően is ezt használtam volna, úgyhogy nem tudom, mit kapok most. Hát ha csak nem leszek Frozen, akkor sokat nem vesz le. Az Ice Punch. Ú, tényleg, ezt is felejtettem. Egy jó Frozen. Az még játszik a játékban. De most melyikünk fog kezdeni, érted? Mi alapján dől ez el? Vinigol Machinage. Fegyűsz. Oké, okay, én mindenképp váltanék. Ja, basszus. Q. Igen. Ez a... Igen. Z. És E-vel, nézzük meg, hogy mi van. Ja. Hát... ja, jó, akkor egy... Ez a hullámos jel, tudod. Ja, de fura hangja van Jinxnek. Ja, olyan, mint valami izé kelepelőgép, valami sziréna, ami be van izé orpadva. Igen, nem teljesen működik. Ó, egy patkány. Retikét. Igen. De az egyik legalább becsültebb Pokémon az egész egy játékban. Tök jó dolgokat meg tud tanulni. Ja, nem rossz amúgy, csak gyengus, oké? Okay? Rajtad a világszeme. Harc, nyomj egy alt nekem, izélni az... azt, igen. Ugye a Hyperbeam-et is, figyeled? Igen, elég durva srác. De hát azért a klasszikus Hyperfang az mehet izével, a zárójeles témával, zárójel nyit. Oké. Okay. Kösz. Lássuk, hogy néz ki a Hyperfang. Oké, van Stadiumban. Ó, kritikál hit, hát hogyne? Persze. Ó, ez az! Áh. Hát szóval neked is volt egy olyan kritikálat, a parókája ott maradt, láttad? Az mi volt? Igen. Parókája ott maradt a földön, bakker. Nem térek magamhoz. Jinx eldobta az a parókáját. Az ennek kire, hogyha felvenni a retikét utána. Ja. Igen. Az a rohangálva. Igen, és olyan vidám lenne tőle. Jaj. Na, marad? Vagy milyen? Milyen most? Hát nem, persze, maradunk, kihasználjuk ezt a kis patkányt. Én azt mondom neked, menjen a Hyperfang tovább. Ez egy zárójel kinyit. Zárójel kinyit. Köszi. Mindig mondok egy köszit, mert nagy segítség. Mert reméljük nem lesz kritikál hit. Az jó, az jó. Az a biztos. Ezt... Nézzük, eltalálunk-e. Egy tündérrel. M! Pif. Shit. Ez az. Ez szíves. Amúgy ezt hozzá kell tennem, hogy a Thunder alapvetően nagyon rossz ebben a játékban. Tehát eltalál, véged van persze, a Mewtwo az mindig betalál, már ugye a játék vége felé, de amúgy senki nem talál vele semmit soha, és ez nagyon idegesítő. Yeah. Hát nyomjunk egy Hyper Beam-et, miért ne? Az I betűnek álcázott gombot, légy szíves, csapjad oda. Okay. Köszi, Bálna. Nincs mit. Hyper Beam-ban. Mindent, amit megevett reggelire, az megy rád. Úristen. De úgy látszik, ez se volt elég. Ebből nagy par lesz elsőmbe. Hát de tudod, mi következik részemről. Ez az! Mondom, ne használd felesleges. A Thunder nem jön be. Hát most már mindegy. Meghaltam. Még van egy négy életes polivretem. Mi történik? Ja, has to recharge. El is felejtettem. Az a későbbi generációkban is így van? Igen. Ez bizony mindig így. Ez a Dragonite, ez nem gyűjtbő. Nem értelme nem van. Pedig az is egy elég durva arc. Hát durva arc, hát csak ilyen... nem működik a Thunder.
Én nyomnék egy gatyán harapást megint, egy izével, zárójel kinyitta. Oké. Okay. Egész jó ennek az animáció, azt nézem. Egy korhoz képest is, ez a... Kicsit olyan, mint a Bite vagy a Crunch, ugye a mostani játékokban. Én egész képernyős harapás. Igen. Gyerekek, hát ez abszolút fail. A rossz döntések hazájában. Jó, de hát egyszer te választottál nekem random azért Pokémon, hát az milyen volt? Ja, igen. Hát nem, csak hát gyerekek, ez egy régi játék. Mit mondjak? Szóval, hogy nem igazán vágom az akkori szabályokat, sőt, a Thunder ez nem szokott nagyon misszelni. Nem tudom, szerintem 80%-os accuracy-je van körülbelül, csak nem 60. Nézd, menj el a játék, szerintem nyomj egy kettős pontot, kettős pont pontos veszőt. Meglátjuk, hogy nekem hogy működik ez a dolog. Neked menni fog, mert biztos valamilyen... Persze. Ó, misszeltél. Durva. Látod? Mekkora... Milyen dolog ez? Hát nem vágom. Elég epic. Ja. Basszus, elfelejtettem, hogy meghalt a Charizard. Miért jó, hát akkor most neked Charizard? Mert az gyorsabb nála, azért. Ja. A Pinsir meg a Jinx, nem tudom, hogy gyorsabb nála. Hát... Ja, Pinsir, létszi. Melyik? Az a zárójel kinyit, bocsi. Köszi. Jó komplexek ezek a jelek, úgyhogy nem bírom megjegyezni már. Igen, mert nekem teljesen kézre illett volna ez az egész, hogy innen irányítsam, de nem tudtuk megoldani valamiért. TeamViewer az így azt mondta, hogy nem, mostantól nem nyomhatsz meg semmit. Úgyhogy sokadik reconnect után sem működnek a dolgok. Menjen a harc. Hogy hát, volt az izé, ez a rakéta csapatos izé? Szöveg. Veszi a harcra, és fel a kudarcra. Így van, ma, így van, így van. Megy meg a világot a busztolásra. Készülj a harc, és fel a kudarcra. Így van. Mit nyomják? Hát egy jó Hardent. Nem. Mert akarsz feszülni? Krisztus a kereszten? Teljesen. Hardent. Igen. Nyiss egy zárójelet, légy szíves. Zárójelet, oké. Okay. Hardent mi a francnak tudja? Mit tudom, a bogár, aztán így. Valahogy itt a strength, az kb. Mint a Rock Throw, nem? Tök olyan az animáció is. Na most kaptunk egy... Párja, Rock Throw az volt az egyben? Az első generációban? Nem emlékszem. Teljesen össze van kutyulva az egész fejembe, hogy miben mi volt, hogy meg merre, ja. Pedig csak a második generációig követtem a dolgokat. Hát ez a Venusaur is... Egy betépett Venusaur, az esélyes. Nem fogja legyorsulni az izét. Na nézzük. Ez. Én tolnék egy izét, egy guillotine-t. Csak hogy így a végére, hát... Persze. Hogyha a Thunder nem jött be 3x3-szor, mit nyomjak? Nem tudom, melyik gomb. A guillotine az a kettős pont pontos vesző. Ez egy kicsit olyan érzés, mint hogyha Pokéból dobálnék egy 100-as Mewtwo-ra, de hát ha összejön. Ja persze, igen. Mennyi a valószínűsége? De ha összejön, akkor zseniális. De mennyi. Én nem tudom, mivel támadjak, szóval... Take down. Take down! Az, miért? Úristen, az... Miért hasad? Az esélyem azok így tényleg a nullával konvergálnak. Hát mit? Most egy Leech-Seedet dobjak rá? Ne, hát megpróbálom a take down, jól nézett ki. A biztonság kedvéért, igen. Én nekem mehet a guillotine tovább, még van három. Mi ez a gomb? A pontos vesző. Köszi. Szerintem át fogom írni. Egyszer az előbb be fog élni. Mennyi 20%? One hit KO. Wow. Srácok, amikor egy ilyen bejön, vagy egy horn drill, az a legkeményebb. Teljesen random. Akkor felállva tapsolsz. Ja. Na, hát persze nem egy paralyzed 3 HP-s Venusaur ellen, de... Ja. Köszi. Na hát jó volt ez a bemelegítő meccs. Mert most ugye nem a retry-ra mentem, ugye a replay-re, rematch-re. Ja nem, jó. Hát na, azt a nem következő, tudom. A következő lesz a képlet most. Törjünk a csúcsra fel, hol vár a siker? 100 csodát látsz, indulj, mondd, mire vársz? Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Firo, Pidgey, Seeking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree!